karcfestéssel, előadással és ugrálóvárral is várták Albertésen a legkisebbeket gyermeknap alkalmából. Az önkormányzat és a civil szervezetek nagyon készültek erre a napra. Boldoggá akarták tenni a gyerkőcöket, akik a település létszám növekedése miatt szerencsére egyre többen élnek a városban. 1992-93 volt a demográfiai mélypont, azóta egyre többen vagyunk, immáron megközelítően 14 ezeren, és ahogy tágul az agglomerációs gyűrű, egyre inkább bekerülünk mi is az agglomerációs települések sorába, úgy szükség van arra, hogy a gyermekeket egy ilyen ünnepi alkalommal is köszöntsük és szolgáltatásokkal lássuk el, de a hétköznapok során különösen, tehát intézményekre van szükség, gyermekintézményekre, bölcsödére és óvodára. Ennek apropóján tartott sajtótájékoztatót Fazekas László polgármester. A város bölcsödéje tavaly szeptemberben már 2 foglalkoztatóval bővült. Uniós forrásoknak köszönhetően most pedig még tovább fejlődhet az intézmény. 28 új férőhelyet jelentett, és most ezekben a hetekben pedig folytatódik mindez, ismét 2 foglalkoztatóval bővítjük az intézményt, újabb 28 férőhelyel, ami 108 férőhelyet jelent majd. Tehát ilyen módon próbálunk eleget tenni annak a kihívásnak, amit a gyermeklétszám emelkedése jelent. Aztán folytatjuk ezt majd másutt is egyébként, mert óvodai bővítésre is sor kerül, ezekben a hetekben elkezdjük ezt a munkát is. A munkálatok már el is kezdődtek. A kivitelezésre és az elszámolásra még 1 év áll a város rendelkezésére. A korszerű, hőszigetelt, napelemmel ellátott csoportszobák megvalósításához az Európai Unió és Magyarország kormánya több mint 242 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyújt. Ezzel szeretnék fejleszteni a gyermekellátási szolgáltatásokat, és elősegíteni a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérését. A beruházással 6 új munkahelyet is teremtenek majd, így nem csak a gyermeklétszámban, de a foglalkoztatásban is előrelépést jelent a fejlesztés Albertésre számára.